délután. beszélgetések és elemzések a filmek világában. Jó, tehát uh, ma ugye a szomorúság háromszöge filmről fogunk beszélni. Háromszögéről. Igen, szomorúság háromszögéről. És uh, ugye ez a Triangle of Sadness, ez az angol címe, és uh, múlt évben volt a mozikban, hogyha jól emlékszem. Múlt év, második fél évben. Csak egy kis info. Ja, és annyi a lényeg, hogy hét részből áll a film, és mindegyik részben előjönnek olyan dolgok, amikről aj, így érdekes beszélni. Hány részből áll a film? Hét, hét rész. És hol van ott hét rész? Hát úgy van, hogy ha, ha meg, hogyha megnyitod a... a a magát a filmet, akkor hét rész van bejelölve, amik ilyen, Hát maga a cselekmény, az hét részre van tagolva, igazából. Hét, hét nagyobb szakaszra bomlik a film. Na jó, de az csak egy ilyen uh, Blu-ray-ről leszedett ilyen izé, ilyen betegelt izé, hülyeség. Hát valójában három cseptere van a filmnek. Igen. Hát aki hát ki is írja, először van a jaja, meg a izé. Ugye a török csaj, a jaja, ja, tényleg a igazad van, kal, jaj, jaj, jaj. utána van a hajó, a hajón, és utána van a szigeten. Hát három nagy cseptőrből áll a film. Ja, igaz, az, igaz. hogy most hogy van be, betegelve a logikai ízé szerint, hogy valakik most egy kurátorot betegeltenek, hogy most ezek a logikai ízék, vagy így van a forgató, az tett hát a néző számára aha, jogos, az jogos. a lényeg, három chapter van. Aha, aha. Tehát van a Karl és a Jaja, vagy Jaja és karkinek kinek melyik tetszik jobban. egy kicsit vett meg van lejabba. a Haj, és akkor van a, van a, van a Szigeten. Uh -huh. Ez a három nagy eseményre bomlik a film. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Na igen. Na, és akkor hát ma érdekes maga a film, azért, azért mert ilyen, nekem azért volt érdekes, mert ritkán látok ilyet, hogy egyszerre ilyen vicces is a film, meg ilyen komoly részei is vannak, meg dráma része is van, úgyhogy ilyen vegyes vegyes a film. És ezeket nagyon jól adagolja a rendező meg a forgatókönyv. Úgyhogy ö, nekem ez egy ilyen ez egy ilyen érdekes dolog volt. Hmm. A, mi van még? Hát a, a Hát nyomjad, nyomjad. Ja. Ö, igen, a, ja, igen. Ami, ami nekem így a film elejéről tetszett, ez a Hogyha egyből tudunk így a, a szociológiai Mondja, részére ugrani, hogy ugye csak annyi, hogy ugye az első nagyobb rész az a, a, egy, egy fiatal a, modellcsajról szól a jaja, és a kárl az meg a modell pasia, aki próbálkozik igazából valamiféle modellkarriert csinálni, de de még így az elején van, hát nem nagyon megyeget neki. De mindegy, és akkor két, két nagyobb dolog, ami megragadta a figyelmem, uh -huh. így az első részből, hogy ugye a, az első, ami így a... Bocsánat, bocsán, menjünk így részenként szerintem. Ez így, jó, jó. Vegyük végig ezt a három nagy logikai részt, mert ugye nyilván a rendező azért adta neki ezt a három nagy blokkot, mert hogy volt benne valami koncepciózus gondolkodás, és akkor mi is menjünk végig ezen a három blokkon, és akkor úgy meglátjuk, hogy külön-külön is hogy mutat, ö, ö, együtt is hogy mutatnak, és hogy összességében hogy mutat. Igen, igen. Na, hát a két nagyobb dolog, ami nekem így megragadta a figyelmet az első részben, ez a, ez a, 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 ruhamárkáknak a társadalomra gyakorolt, hát a nem is tudom, hogy a hatása, vagy inkább, hogy hogyan viszonyul egy drága, meg egy olcsó ruhamárka, és mit közvetít a, a reklámban a modellnek a mondjuk a, 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 viselkedése, és hogy konkretizáljam, ugye van egy, ez a klasszik, Kettősség, hogy, hogy a, a drága ruhamárka az, az olyan modell. A menő leszel. Igen, kuti a drága leszel. ruhamárkára menő leszel, és egy drága ruhamárkánál, amikor ránézel egy óriás plakátra, és rá, visszanéz rád a, a modellnek a, az arckifejezése, akkor az egy ilyen lenéző, megvető arckifejezése van ezeknek a drága ruhamárkáknak, amit a modellek ne mondanak, tehát hogy mondjuk a, a, fotós az mondja a modellnek, hogy hát ez most ilyen lenézően, megvetően viselkedj, és akkor lényegében az az élménye a, 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 a fogyasztónak, a vásárlónak, aki ezeket a, a, plakátokat látja, vagy reklámokat, hogy, 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 hogy elég furat, tehát hogy lenéz, tehát maga a modell az lenézi a, a nézőt, vagy a, a vásárlót, úgyhogy mondjuk én ezt, ezt, ezt én annyira nem tudom összerakni, hogy ez miért jó, de az biztos, hogy eltér, mint a, a mosolygós változattól, mert ugye azt mondja a. a Figyelj, hogy is a mondod filmben, bele. Ilyen izé, Ne vagy csak akkor. De annyi, hogy még meg. elmondom ezt a részét. Ugye az, az olcsó ruhamárkáknál ott meg mosolyognak át a modellek, vagy ilyen barátságosabb ö, ö, arckifejezéssel ö, viseltetnek a néző vagy a fogyasztó iránt, és akkor ugye ezt. ezt mondogatja ez a, az ottani, van egy, egy meleg fickó, és akkor ez bemutatja ezt a két világot, az olcsó hát és az a drága ruha nem, nem az a a... Hát ő ott a egy lényeg. ilyen, ilyen rendező, egy instruktor, érted, aki irányítja ott a, a, vagy, vagy valami fajta olyan, aki lebonyolítja ezt a folyamatot, vagy abban segítkedik mondjuk a gyártás, vagy stb. De ugye nyilván én nem a modellvilágban nem vagyok járatos, nyilván ott ennek más ö, megnevezése van, Hát tök egyszerű, több dologot itt lehet azért e, beszélget. Az egyik az, hogy ugye, hogy, hogy a, tehát nyilván ott egy ilyen, ilyen alliteráció jelenik meg, amiben, amiben, amiben a, a, menőség, a trendiség, az egy ilyen, az egy ilyen is ad. Ja, egy tényleg, ezt, igen, 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 igen. Tehát, hogy, hogy és nyilván, tehát ugye mikor vagy menő, ugye mit mutat a társadalom. Ugye ez az egész film gyakorlatilag ö, alapjába véve, ha most csak így a... a oké, most végbenjük az egészen, de nyilván a teljesnek a történeti szerkezetéből is kellene mondani dolgokat, hogy, ez itt megjel, hogy, hogy, itt ez miért az van, tehát hogy miről szól ez a film. Ez gyakorlatilag a film kifigurázza egy eléggé egy ilyen grotesz módon azt a, azt a fajta jóléti, kapitalista, csúcson lévő csúcsragadozóknak az életét, amikor a jó dolgukban igazából nem tudnak mit csinálni, és végén ugye egy olyan irányba kanyarodik a filmot, már a szigeten leszünk majd, ahol, ahol, ott, ahol ott megfordulnak a szerepek, hiszen a gyakorlatiasság, az életrevalóság gyakorlatilag, nyilván ez egy szimbolikus formában, de, de megfordulnak a szerepek, és itt az a lényeg az egészben, hogy, hogy azzal, hogy a, hogy mondja, hogy akkor az egyiknél így reagálj, a másiknél úgy reagál. Nyilván az, -e, amikor egy, val egy márkát bevezetnek, a márka, most, most ez két különböző dolog lesz, a márkának nyilván adnak egy ilyen trendiséget, szó szerint brandet építenek, tehát a különböző márkákhoz különböző trendiségek tartoznak, különböző éles stílus, különböző színek, Nézd meg a Gucci-t például. A Gucci az ilyen arany, barna, luxus izé, és a többi, tehát hogy az ilyen gicses, gicses arany, túl sok arany ízé. de azért úgy nagyjából hogy passzol azért a barnával ez a színvilág, tehát, hogy, hogy van ott valami fajta esztetikum, de mégis azért egy ilyen, annak a határát súrolja például a Gucci, hogy így át át a, 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 gicsbe, de mégsem. És, és ugye nyilván az egyik fele az, hogy, hogy a, ez azt is jelenthette, Ebben az olvasatban, hogy a brandek valami fajta, valami fajta vizualitást, szint minőséget, állapotot, valamit közvetítenek, és ez tudatosan, amikor megtervezik a brandet, akkor ugye felépítik azt, hogy ez, ez mit, mit közvetítsen. Lazasságot, fiatalságot, érted? Nyilván most mondok, egy ott van a Vans, vagy ott van mondjuk az Ethnics, amik egy olyan deszkás márkák, nyilván ők nem, a, ők nem a luxust fogják ábrázolni, hanem ők az undergroundot, az underground vizualit, és hiába már kinőtte magát a cég, és már gazdag, normális nagy cégén nőtte ki magát, de valójában mind az etnisz, és mind a, mind a vansz, az gyakorlatilag egy ilyen trendi, fiatalos, gördeszkás, kintülünk a grundon arcoknak szóló, színes, színes, színes szóló márkák. Ugye ez az egyik fele ennek a dolognak. A másik fele a dolognak, viszont azt is lehet ebből kivenni, amit ugye utána beszéltünk, amit ugye te is említettél, hogy, hogy nem érted, hogy miért van ez a lenézés, a másiknál miért van ez a happy -ség. Az egyiket a, a, a trendiséggel adják el, a menőséggel, a hatalommal, azzal, hogy te fönt vagy, és te le tudsz nézni a pornépre. A másikat pedig a ízével adják el, azzal, amit mondtam neked, a közösséggel, a boldogsággal, a nem tudom. Egyenlőség, tehát, hogy valami... azt is mondta, egyenlőség. Egyenlőség, stb. Tehát, hogy, a, hogy, a, hogy valami köré szervezik. És, és nyilván, amikor te lenézed a másikat, vagy hogy mondjam, te uralkodsz fölötte, akkor, akkor, akkor nyilván akkor egy ilyen hozzárendelt, valójában egy, egy olyan alliteráló dologot találkozhattunk itt, ahol a rendező hozzárendelt ehhez a lenéző, a, a, a high luxury, ezek a high luxury brendekhez hozzárendelt egy állapotot, amiben egy ilyen uralkodó, domináns, lekezelő, stb. ilyen állapotot, amit persze nem, nem durván, hanem ilyen elegánsan. Az egész film, még hogyha a legdurvább is látod, valójában ilyen nagyon érdekes, érződik egy ilyen egyedi stílusú, groteszk, fekete humorú film, ami, ami nincsen túltolva, relatív, abból a szempontból nincs túltolva, hogy, hogy nem látszik nagy kilengéseket a, a, a mondjuk ilyen drámai feszültségekben, de mégis nagyon szépen elegánsan fel van építve egy ilyen fekete humorú. Nagyon sokan egyébként, tehát én például édesanyám is megnézte a filmet, mert nagyon sok volt, csomó ismerősem, és nem értették, hogy miről szól a film, mert hogy ültek, és nem értették, hogy most itt ebédelnek emberek, és nem értették például, hogy hajón mi történik. És, és, amikor egy-két egy dologra rávilágítottam, így mélységében a filmből, akkor kezdték el így érezni, hogy ez a film azért ez sokkal több, mint szimplán, csak egy hajón. Ez egy, ez egy kritika, a, gyakorlatilag a, az ilyen puncsoló, jó dolgokban nem tudom mit csináló, és ez most nagyon elegánsan van bemutatva, mert ugye nyilván ugye vannak azért ennek radikálisabb állapotai és amikor a jó módban élő gazdag ember, aki mindent megtehet, valójában már semmi nem teszi boldoggá, és ezért eljut egy olyan pontra, amikor ugye az a fajta állapot, amiben mindent megtehet, hiszen a pénz megadja rá lehetőséget, valójában elkezd úgymond egyre brutálisabb dolgokat csinálni. Szóval vannak ilyen filmek, ami pont azt mutatja be, hogy, hogy mivel a hatalmad megvan arra, hogy bármit tegyél, hiszen mindent el tudsz intézni pénzzel, hiszen végtelen plusz egy pénzed van, ezért valójában ö, bármit megtehetsz, és akkor ugye az értékrend, az kezd eltolo, eltolódni, eltorzulni, hiszen hiszen akkor már nem lesz gátló az, hogy ha lelövök egy embert, vagy meghízok egy embert, akkor börtönbe megyek. Mert nekem van pénzem, én ezt el tudom intézni. Érted? Igen, és a szomorúság háromszöge, az, az egy sokkal elegánsabb, egy fekete humorral, egy ilyen fricskával, intelligens humorral oldja meg azt, amit más film mondjuk sokkal, sokkal véresebben és sokkal macerásabb. Ilyenkor jönnek azok, hogy amikor jó, a gazdagok, mit tudom én, szektákat csinálnak, tömegorgiákat csinálnak, tömegkínzásokat csinálnak, nem tudom, stb. mert hogy jó dolgában, érted, a jó jóléti társadalomban, amikor ezer éve volt, bazd meg, itt 50-70 éve volt utoljára kollektív tromai az emberiségnek, és jólétben él, és megvan mindene, és azon gondolkodik, hogy most a nem tudom, piros porsó után vegyen egy kéket is, most csak vagy egy fehéret, most csak mondjak egy hülyeséget, akkor, akkor mi az, ami lázba tudja hozni? Mi az, amiért már érdemes élni? Vagy mi az, ami hát nyilván olyan dolg felé fog fordulni, és ez persze nyilván értékrendje és a választ válogatja, olyan dolgok felé fog fordulni, ami, amit előtte nem tehetett meg, de most megnyílik arra a lehetőség rá. Na mindegy, visszakanyarva az elejére, ugye itt, itt a rendező az, a, a hozzárendel, egy, hozzárendel egy állapotot ezekhez a, a, karakterekhez, amikor mosolyog, vagy szomorú, vagy lenéző, vagy valami. <coughs> Ennyi a lényeg. Igen. Érzed, Egyébként közben, közben, megjött egy ilyen ötlet nekem is, hogy, ja, hogy mondjam. lehet, hogy ez a, ez a lenéző típusú gazdag stílus, hogy a modell az lenézően viselkedik, az ne nekem most az jutott eszembe róla, hogy ezt a nehezen megközelíthető ö, karaktert hát akarja adni, adni van. hogy küzdjél, megérte, vagy hogy ez valami nagyon nehéz dolog, vagy vagy fel, elérhetetlen, 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 számodra, elérhetetlen számodra, te annyira béna vagy, hogy számodra ez elérhetetlen. Igen, tehát, hogy Igen. valami ilyesmi, nekem ez, ez jutott el. Nyilván ez, ez arra, arra rímel, amit te ez hát csak, ezek már csak csak, csak már ezt... más szinonimával, igen, igen, igen. Ez már ugyanaz, amiről beszélünk, csak egy kicsit még árnyaljuk a képet. Körülbelül igen, ennyi. illetve most hirtelen még az utott eszembe erről a, a, a drága márka, olcsó márka hmm. fogalomról, hogy lehetne az olcsó márka a baloldali szocialista jelleg, a, a nehéz márka, vagy ezek a drága márkák, meg a kapitalista jobboldali szimbólum. Ez is akár, lehet egyébként. Akár egy, egy ilyen ez nagyon így. távoli párhuzam. Egyébként ez is lehet. Sőt, egyébként, hogy mondjam, nem igazából ezt a fajta a kapitalizmus kérdőjelét, meg ezt a jóléti társadalomnak, az új gazdagoknak ezt a fricskáját, ezt egyébként nem a tehát nem a Röben Östlund, nem tudok, nem tudok svédül, nem fogom tudni jó kimondani, nem a rendező találta ki. Hát nem ez az első film a történelemben, ami kritizálja a, a, kapitalista rendszert. Tehát, hogy meg, meg ugye a kapitalista rendszernek az úgymond az ilyen habzsoló, felhalmozó, nagyra nyíló, ollós problémáját, ez nem az első film az, meg ugye amikor, a, amikor a, az újdonsült társadalmi mobilitásban egy-két meggazdagodó ember ugye feltör a családja, és akkor jönnek ezek az új gazdagok, és akkor mindenben ott ilyen, tudod, így megkapja a hatalmat, a pozíciót, a pénzt, és akkor nem tud vele élni. Tehát nem tud vele elegánsan élni, nem tudja, hogy honnan jött, és akkor ebből lesz egy ilyen. Hát itt van például a ennek a, a a a diszkrét bája, vagy egyébként még ilyen közvetett módon vannak áthallásai a Pazzolini-nek a, a madarak és madárkák, ugye az is, az is egy ilyen kritikus eleme, rendszerkritikus elemei vannak a, a kapitalizmusnak, abban a madarak és madárkákban. Szóval azért vannak ennek az ilyen jellegű filmeknek azért már komolyabb hangvételei, amik már jóval régebben megjelentek. Szóval ez, ez egy más jellegű, más jellegű, ez egy modernebb változat. Na, térjük vissza, első fejezet, menjünk tovább. Igen, Mosolgás. hát még, még szerintem eléggé meghatározó része ennek az első résznek a jajának, meg a kárnak a, a veszekedése. Hát, mivel a kétharmada abból áll. Igen, igen. Hát ott, ott indul ebben az első részben az a nagy veszekedésük. Ha jól emlékszem, a, a, pénzen is összevesznek, meg egyéb dolgokon. Hát főleg a pénzen vesznek össze, meg azon, hogy kifizessem. Igen. Mert ugye az a helyzet, elmondom neked, hogy a... én egyébként én többször veselkedtem neki a filmnek, mert az elején én ezt az első csepptört, ezt nem tudtam végignézni, mert baromira idegesített. Szerintem irrealisan túlhúzták a, az elejét. Mert átment egy ilyen, azt értem, hogy a feminista társadalom egy kritikájában ment át, mert itt valójában pont fordított a helyzet, és ez egy fricska volt egyébként a feminizmusnak, hiszen ha megfigyeled, ugye ott azért meg van említve, hogy nem zavarja-e, hogy háromszor annyit keresnek a nők, mint a férfiak. Ugye vagy háromszor annyi vagy három harmad annyit, valahogy így volt. Tehát, hogy jóval többet keresnek a nők, hiszen a nők, női modellek azok felkapottabbak, nagyobb a húspiac, több értéke van ennek. Emlékszel rá? Erre annyira, annyira nem, nem, De, nem emlékszem. Mert, mert, mert ugye ez, ez is van, mert ugye utána, utána megyünk, ez is, az a lényeg, hogy ebben a filmben minden egyes másodperc kurvára fontos. Tehát, hogy itt, itt hogyha a két mondatot nem hallottál meg, akkor már részleteket vesztettél el. Ugyanis utána, utána, ha megfigyeled, utána megyünk bele az étterembe, pontosan ugyanebbe a vitába, amiben a csávó nehezményezi, hogy miért ő fizet mindig. Érted? Igen. Ér, igen. Érted? Hiszen előtte közölte a, a film velünk, hogy hát a női modellek sokszorosát, azt hiszem, ha jól emlékszem, háromszorosát keresik. Akkor hogy van -e ez? Tehát akkor most mi van? Tehát meg, meg, akkor eleve nincs egyenjogúság ebben a szakmában, most akkor a férfiak is felemelhetnék a hangukat, hogy hát bazd meg, én miért nem keresek annyit, mint egy nő? De, de tehát? igazából tudod, hogy. Oké, okay, szerintem, hogyha már most, most elkezdeném diagnosztizálni a két felet, tehát igazából mind a kettőjük gyerekesen viselkedik, vagy éretlenül. De Persze, egyébként de, annyiféle de... rugalmasság lehetett volna a Jaja részéről, hogy igen, tudja, hogy ő keres többet és akkor uh, nyilvánvalóan de várj, ő, 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 ő rak de bele Adam. többet a kasszában, mondjuk. De várjál, de várjál, acsi, bacsi, bacsi. Uh, már megint rossz a izé. Jó, na és, és ez független attól, hogy ugye nyilván az, hogy 2023-ban vagyunk, vagy mindegy, amikor játszódik a film, tehát 21. században, tehát hogy uh, nyilván értékrend kérdése is, de szerintem nem kell ahhoz uh, túlságosan, nem tudom, tehát nem, nem kell túlságosan éretnek lenni, hogy ezt belássa az ember, hogy, hogy aki többet keres, az legyen tekintettel a Jó, másikra. Oké, okay, mondom, 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 ö, ö, Megint, megint belestünk a, a szubjektum, szubjektum hibájába, mert ugye ezt úgy említetted, hogy, hogy a jajat többet rakhatott volna bele. Hát minket ez kurvára nem érdekel. Ugyanis ö, az kell, arról kell beszélni, ami a filmen történt. Érted? Tehát, hogy az, e fie, enne, nem... Ennek van relevanciája, és nem csak szubjektív módon nekem de, de van nem több, érted. több nem, barátom nem, nem, nem. és ismerősöm, akik így csinálják. De, de, Ádám, de még mindig nem érted. Most mi egy filmet elemzünk. Nem az a lényeg, hogy a valóságban mi van, mert mi nem a valóságról beszélünk, meg hogy lenne logikus, az egy ilyen kiegészítő, szubjektív beemelésként be be idézve bejöhetne. De valójában akkor nem a filmről beszéltünk. Az, hogy van kitekintés, az egy dolog, de akkor viszont úgy kell megfogalmazni. Mert most te úgy fogalmaztad, hogy szerinted, hogy így jobban csinálta volna, ha. De mi ezt azért nem fogalmazhatjuk meg, mert valójában akkor magunkat, a saját szerepünket kérdőjelezzük meg. Hiszen akkor nem kritikusok vagyunk, hanem gyakorlatilag egy átlagnézők. Uh -huh. Érted, hogy miről beszélek? Hogy a kettő óriási különbség. Tehát, hogy nem arról van hogy nem mondasz jó dolgot, de jó dolgot mondasz, csak akkor bele kell emelni, hogy ha ez az életben történne, vagy nem tudom, vagy hogy ez egy kitekintés az életre, vagy nem, érted? Tehát, ha olyat nem mondhatsz, hogy a jaja ezt így csinálja... Nem azt mondtam, hogy von... így csinálja, csak azt mondtam, hogy éretlen a viselkedése, és ezt érett emberek hogyan csinálják, ezt mondtam. Nem így mondtad, mert nem ez volt a fogalmazás is. Hát lehet, mert, hogy nem pont fogalmaz... fogalmaztam, de így értettem. Jó, hát oké, okay, csak ez nem gondolatolvasásról szó, hanem, hanem hogy a szakmai megközelítésben, és az, fontos a fogalmazás, hogy én is bemerhetek egy szubjektív elemet, mert rengeteg szubjektív elemen van a, 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 a dologgal kapcsolatban, de akkor azt igyekszem kihangsúlyozni, vagy le, én nem mondtam, hogy én nem szoktam hibázni, csak azért hívom fel a figyelmedet, hogy minél jobban, a szakmaiság útján maradjunk, hogy úgy beszéljünk a filmről, ahogy azt egy professzionális körülmények között kell. Na úgy beszéljünk, mint a, tehát mondom, ez a jaja úgy csinálta volna, hát olyan nincs. Tehát azt kell elmondani, amit ott láttunk, amit tapasztaltunk, és az ebből leszűrt tapasztalatinkat, és persze lehet az életből mondani dolgokat, és azt is lehet mondani, hogy életlen ez a izé, a viselkedés, és ebben egyébként igaz, csak akkor ennek igazából a főlényeg az volt például ennek az egész dolognak, valójában találta rendező egy olyan szakmát, és szerintem azért, mert valójában ha belegondolsz, gecire tök lényegtelen, hogy ők divatmodellek, vagy nem a film szempontjából. Az persze, hát az anyagi Bár helyzet, lehetett... az elsődleges az anyagi helyzet számomra. Na, hogy azért, azért, azért lett így beemelve szerintem a sztoriba, mert hogy eleve ugye a modelleknek van egy ilyen fényűző élete, ez az egyik fele, a másik fele meg az, hogy találta rendez egy olyan szakmát, ahol pont fordított a bérezés, tehát érted, mit mondok, mint a hogy, hogy, mindig azra hivatkoznak a feminista nők, hogy itt bazd meg a férfiak, mondjuk, mint például a filmfi színészek, a filmiparban többet keresnek, mint a női színészek. És ennyivel, meg annyival, meg ízve, Azt fel sem merül, hogy, hogy meg, ha te több pénzt alkutsz ki, akkor több pénzt fogsz kapni. Ez nyilván a menedzserettől függ, az ismertségettől függ, a hírnevettől függ, ezer millió dologtól függ, de hogy a rendező, és ez a, ez, a, ez a legfontosabb a filmben, a film szempontjából, mert hiszen mi erről beszélünk. Az a legfontosabb, hogy talált egy olyan szakmát, amiben ez pont fordítottan van. És erre hozott ki egy fordított szituációt, amiben a fér a, a faszi nehezményezi azt, hogy ő el van nyomva. Érted, hogy miről van szó? Magyarul, és ez a legfontosabb, és ha a társadalomra ezt rávetítjük, akkor hoppá, hol van itt az igazság? Érted? Hiszen valójában van olyan szakma, amiben meg a nők keresnek jóval többet, hiszen ott egy húspiac van, bazd meg. Szerinted ezeket a divabontokat miért tartják, meg miért mennek ki egy szár csöcsbe? Hát nyilván azért, mert utána valamelyik új gazdag köcsög majd meg fogja dugni ezeket a nőket, ezeket a húsz éves picsákat, ha éppen valamelyik hajlandó lesz, mert nem egy volt a történelembe. Érted? Mint most nevezzük szereposzó diványnak, vagy bárminek. Hát ezek húspiacok, bazd meg. Na. És akkor utána miről beszélünk? Na, csak ennek ez a lényege, én azért, azért emeltem be ezt a dologba, hogy nagyon fontos az, hogy nem arról kell beszélni, hogy szerintem, ha jaja, így viselkedett volna, sokkal életszerűbb, vagy sokkal normálisabb. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy mit ábrázol a rendező. Így csak van, hát félreérthetően fogalmaztam. Ja, csak, ez nem izé, ez nyilván nem egy halálos bűn, csak hogy próbálok rávezetni, hogy, hogy utána ez, ez egyre tudatosabb legyen. Érted, mit mondok? Uh -huh. Hogy itt ez mi, mi a különbség a kettő között? Mert valójában jót mondtál abból a szempontból, hogy igen, gyerekesen viselkedtek, igen, igen, ha az életben nézzük ezt a dolgot, akkor az tök racionális, hogy aki többet keres. Igen, csak az a baj, hogy ha az életet nézzük, én nagyon sokszor találkoztam olyan szituációval, hogy aki többet keres, az szokott az asztalra csapni. És ez általában a férfiak nem szeretik, hogyha nők keresnek többet. Mert hogy a társadalmi, eh, hát a több évezredre, év, ha visszamegyünk, akkor azért általában mindig az volt, a, a, főleg, hogy most nézzük az iszlámot is, ugye, a, a, a muzumák, vagy hogy meg a több neűség van, azt hiszem az az iszlám, ugye, ha jól emlékszem. Igen, igen. Ugye, és ott, ott az a szabály, hogy ugye csak akkor lehet, és ez nagyon fontos, és ez így van megfogalmazva, hogy csak akkor lehet egy újabb nejed, Ugye több dolog. Azért találták ki a muzulmán vallásban a, a több neűséget, mert hogy sokkal több nő volt arra felé, mint férfi. És azok a nők, akik egyedül éltek, azokat megbégezt a társadalom. Ezért a vallásba beleépítették azt, most én nagyon szavazásítva mondom, mert nyilván ezt nálam egy teológus professzor, aki a muzulmán vallásra foglalkozik, biztos, hogy sokkal jobban el tudnám mondani. De amit én ilyen közvetett módon tanultam, az az, hogy azért, hogy azok a nők, akik nem élnek családban, és egyedül vannak, azokat ne bélyegezzék meg, és ne köpködjék le őket, mint egy büdös kurva, ezért, ezért kitalálták a több de azzal a feltétellel, hogy csak abban az esetben lehet neked több nejed, hogyha mindegyikkel ugyanolyan arányban tudsz foglalkozni, és el tudod tartani az összeset, és ez a lényeg itt van benne, el tudod tartani az összeset, ami nem azt feltételez, hogy a nő keres többet. Érted, mit mondok? Így van. Pont. Tehát az is egy gátló tényező abból a szempontból, hogy, hogy valójában, ha már a nagy egyenlőségről beszélünk, és szerintem ezt akart ábrázolni az a rendező, mert ugye direkt keresett egy olyan szakmát, amiben ez pont fordítottan van, hogy ha már a nagy egy egyenlőségről beszélünk, meg a feminista harcokról, meg a nem tudom miről, akkor arról is el lehetne beszélni, most ez filmen kívül is, és most csak ez a politikai része, hogy, hogy, hogy akkor ott miért nincsen egyenlőség? Akkor egy férfi modell miért nem keres annyit, mint egy női modell? Hát akkor itt is lehetne ütni az asztalt. Hát ugye a következő rész, hogyha jöhet, akkor ugye ez már... Á... A... <hálland> Még sehol nem tartunk át. De... Igen? Jajtál, mond, de... Akkor mondd te. Dehogy is. Hát figyelj, több dolog. Itt, ö... Ö... hát hogy mondjam neked? Azt az tetszett nekem az első fejezetben, hogy nagyjából azért egy ilyen realista ábrázolást láttunk. Hogyha valaki beletekint szubjektív módon a saját életébe, akkor azért, és most nem, a, nem az, hogy kifizetre gondolok, hanem a a, a, a kapcsolatban lévő vitáknak a minősége, miensége, az nagyon realistán volt ábrázolva. Ez nekem mondjuk tetszett, csak a végén nekem már annyira kínosan sok volt, hogy az első megnézésnél, és ez is egy ilyen szubjektív dolog lesz, az első megnézésnél ki is kapcsoltam, hogy ez egy rakás szar ez a film, én ezt nem fogom végignézni. Aztán persze lett egy 180 fokos fordult, amikor ugye kimentek a hajóra, mert akkor az egész film, mint hogyha kicserélődött volna. Na mindegy, de hogy az... az uh, uh, ja igen, és akkor még beszélgetni. a beszélgetni. az operatőri munka az nagyon kibaszott jó. Az kibaszott zseniális, nagyon szuperú meg van csinálva a belső vágások, nagyon szuperek a kamerálások, a kompozíciók, egyszerűen kibaszott jó. És én megmerem kockáztatni, hogy még sokkal jobb, mint a Wes anderson film, mert a Wes Anderson az olyan, mint egy színdarabot néznél, a szándékosan úgy is van csinálva, csak azért hogy a Wes anderson ott szoktak lenni ilyen, ilyen, szimmetrikus kompozíciók, de hogy, de hogy itt nagyon, itt nagyon szuper az operatőri munka, tehát a, a belső vágás, a vágás üteme, ritmikája nagyon szuper, és az, első, az elején is kijön nagyon-nagyon jól. Tehát, hogy itt egy profi operatőrrel van dolgunk, sőt, kimagaslan jó operatőrrel, szóval nem csak ilyen esetlenek a plánok, hogy jó van, akkor vegyük fel ezt a dialógust, és akkor van egy anszit, és akkor ellenbállítás aztán végeztünk 600, hanem azért így konkrétan nagyon szépek a plánok. Sőt, amikor ugye bejön először a divatmodell gyerek a castingra, ott van egy ilyen kis, hát faszom se tudja milyen kutya, én nem értek a kutyákhoz, de ott van egy kutya a kompozícióba hallod? Még az is a megfelelő arányokban van a képen. Tehát, hogy a kutyát úgy leültették oda, hogy, hogy meg tudott ülni, hogy gyakorlatilag kiadott egy, egy, egy esztétikus kompozíciót. Tehát, szóval ez kurva jó. Tehát, hogy ez is olyan dolog, ami, ami apróságnak tűnik, de ez mind emel a, a filmnek az esztétikai minőségén. Úgyhogy ez ez nagyon jó. A, 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 az is nagyon jó egyébként az elején, amikor ugye a divat bemutató van, és arrébb ő, na, na ezek is ilyen kis finomságok, amit a, a, tehát, a, na, na, nagyon, nagyon, fontos, nagyon fontos. Tehát, hogyha Egyetlen egy perc nincs benne olyan, ami jelentéktelen lenne a film szempontjából. Egyetlen egy perc sem. Szóval ez is egy nagyon fontos. Ott van például a legelején, amikor van a divat bemutató, és arra bülteti egy sorral mindenkit. Megvan? Igen. Hát az is, bazd meg, az egy zseniális dolog. Az, az kifejezetten az, hogy vannak az egyenlők, meg az egyenlőbbek. Tehát, hogy oké, te egyenlő vagy, te menő vagy, te itt ülsz a divatbemutató első sorába, hoppá, de jönnek az egyenlőbbek, akiknek ha tetszik, hanem át kell adni a helyedet. És a legjobb, legdurvább az benne, hogy a végén ugye, na akkor üljön el, el, egyel arébb mindenki, és kinek nem jut hely? Kinek nem jut hely? A srácnak. Hiszen neki elfogy a helyő már nem tud hova ülni. Tehát hogy ezek is ilyen kis apróságok, kis nyuanszok, de ezek is mind olyan dolgok, amik mindez a felsőbbrendűség, hatalom, hatalmi pozíció, na megjöttek a királyok, na de hát itt vannak a még királyabbak, és akkor ugye ebből megint mi lesz, és ez is, ez, is, tehát ez is ugye tovább megy, hiszen, hiszen ott már látjuk azt, hogy, hogy igen, egyébként a, nem tudom, mennyire emlékszel a filmben, de azt hiszem a hajón, vagy a szigeten, de lesz utalás arra, hogy izé, hogy ott valójában elmondja az ő szintét a csaj, hogy ő tudott volna fizetni, emlékszel rá? Arra, hogy visszautal a legelejére. Igen, 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 Az is nagyon fontos dolog, hogy valójában ő ezt direkt játszotta ezt a balhét, mert hogy az a szokás, hogy a férfinak kell fizetni. Na de, bazd meg, az a szokás, hogy a férfinak kell fizetni, elmennek egy kurva drága helyre, egy olyan helyre, ahol a csávó nem, ja, mert ugye úgy indul a fiú, hogy a csávó nem kapja meg azt a munkát nagy valószínűséggel, hiszen ott azért jó van, majd köszönöm, majd értesítjük aztán igen, menj anyádba. Igen, igen, És igen. utána bejön a fek a csávos, elvannak tőle alélve, emlékszel? Igen, igen, igen. Na, ez is egy fricska, de minek a fricskája? Hát a... a, a, vók, a vóknak talán, nem? A vók, vók a feketék vók túreprezentálása, a... Igen. ugye? A kis jaj, etély. hát bejött egy fekete, jaj, huha, uh, uh, hát itt bejött egy, azt a minden itt, de jól nézel ki, babám, óha, huha, uh, uh, érted? És a kis fehér gyereket, megy az anyádba, már nem számít, azt menj innen a picsába, bazd meg, majd értesítünk, köszi, hogy jöttél, de nem baj, inkább menj a picsába. Megjött a fekete, még nem is mondott semmit, hallod? Megy be, voltak aléva. látod a reakciót? Ennyi, bazd meg. Hm. Ennyi. És akkor, és akkor érted, füzessé te, mert te vagy a férfi. Ott van a szupermodell jaja, aki kibaszott jól néz ki, háromszor annyit keres, mint a srác, Elmenek egy kibaszott drága, méreg drága fine dining étterembe, és hát véletlenül rossz kártyát adja oda vásárláskor. Igen, meg, meg nem, nem látja a számlát, valami ilyesmi volt, hogy, hogy lerakja a fincér a számlát az asztalra, és akkor nem veszi hát én észre. Én nem Vé véletlenül. véletlenül nem veszi észre. Igen, véletlenül. Ezek a véletlenek, tudod. Igen, igen, igen. Mert igen. mindig úgy igazít, és valójában a srác tudta, és ezt tehezményezte, hogy, és a végén, meg ugye amikor vagy a szigeten, vagy a izén ö, bevallotta, hogy hát ő ez az egész, hogy igen, ezt ugye eljátszotta. Eljátszotta a szerepét. Eljátszotta, amit a társadalom vártőre, amit a társadalom be, bekanonizált, hogy hát hogy, hogy igen, igen, a férfinak kell fizetni. Annak a férfinak, aki harmad annyit keres, mint a nő, és éppen nincs munkája. Érted? É, igen, egyébként, annak, kell fér, annak kell fizetni. Egyébként spekulál, spekulálhatok bocsánat. a jövőjükre? A spekulálhatok a jövőjükre, egy kicsit így érdekes. Már hogy érted, ez, hát, hát spekulál... hogy nekem, nekem, nekem az jutott eszembe, hogy ugye mond a, a, a izéről lehet beszélni, hogy a jaja mit mondott, hogy miért csinálja? Ezt most most hogy vagy később? Erről az egészről. A, 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 amikor ugye újra felhoznak a szigeten vagy a hajón? Igen, igen. Na mondjad, mondjad. Hát végre. Hogy, hogy, hogy ugye arról volt szó, az a jaja azt mondta, hogy azért tesztelte, tehát ő ezzel így tesztelte a kárt, hogy. Ők ezt folyamatosan csinálják. Igen, egyébként. igen, csak hogy azt mondja, hogy ez, ez amiatt tesztelte, mert hogy tudni akarja, hogyha. Akar, tart, ha, ha, nem, hogyha gyereket szül, és egy kasszán lesznek, egy, csak, egy, csak az egyikük fogja a kasszát csinálni, tehát hogy a kár, kárnak lesz csak bevétele. Akkor el tudja -e őt tartani, miközben ő terhes, és a gyerekkel lesz két-három évig. Hát igen, ez is benne van, meg az is benne van egyébként a nőknek, ez egyébként ezt folyamatosan tesztelnek, de bármelyik nő. És egyébként ez azért jó, mert hogy ez nyilvánvaló volt, hogy itt valami esmiről van szó, aztán persze a végén ugye elszólja magát, de hogy mondok valamit. Nyilván tehát ezeket a játékokat nem azért csinálják a nők, hogy tehát mondok egy példát, hogy elhívsz egy nőt moziba, és azt mondja, hogy hát nem megyek. De amikor már nyolcszor hívod, akkor már, ó, hát figyelj, ez már lehet, hogy érdekel. Amikor 16-szor hívod, érted? Tehát ez akaratlanul is bennük van több dolog. Az egyik az, hogy az a srác, aki elhívt őket moziba, nem biztos, hogy tetszik nekik. De lehet, hogy utána tetszeni fog, vagy tetszik nekik, de akkor is ők próbálat teszik, hogy mennyire akarod őt. Érted? Mert nem enged be a málásba csak olyan könnyen. Aki beng, mert ugye ez a nemek csatája. Tehát a málásba, ha valakit könnyen beenged, az a férfinak sem jó, meg a nőnek sem. A nőnek azért nem, mert rögtön megkapja a kurva jelzőt, a férfinak azért nem, mert vége lesz a vadász ösztönynek és a vadász idénnek. Tehát a kettő között van egy arany középút, csak hát azért vannak ilyen sajnos olyan nők, akik én is tapasztalok, hogy eljátszuk, ezt, mondok egy példát, és volt egy csaj, megkörnyékeztem, elkezdtem mondani, túl idős vagyok hozzá. Jó, oké, akkor nem megyünk el moziba. De amikor már harmadszorra hívtam el moziba, meg izé, ö, beszélgettünk ö, a munkahelyén, akkor a harmadik alkalom után adtam neki egy combosabb yatot. Mondom, tehet jó lesz popkóra majd, ha beülünk a moziba. Rám mosolyog, és így rám kacsint. Vagy hát így rám, rám mosolyog a szemével is. Érted? Uh -huh. Hát a nemek játéka. Nem akar eljönni, mert mi jönne. Én, én egyébként nem tudom, mindegy, legfeljebb kivágjuk, de ezt elmondom, hogy, hogy én, amit így az utóbbi 10-15 évben ebből megfigyeltem, nekem inkább az jött át, hogy igen érdemes többször próbálkozni, de nekem egy úgy 99%-ba. Ezek a próbálkozások fölöslegesek voltak. Mondok egy nagyon rövid példát. Volt, oh, egy, volt, volt, egy, volt, volt egy. Csinos, vág, volt a, egy. Mondjon. Volt egy csinos. Ö, volt egy csinos. sem, és ö, őt összesen háromszor hívtam el ö, egy hónapon belül, Igen? és ö, mindegyikre nemet mondott. És akkor végül a harmadiknál így feladtam igazából a próbálkozást, mert láttam rajta, hogy nem nagyon érdeklődik, aztán már nem akartam erőltetni, de volt olyan is, hogy bementünk mondjuk egy diszkóba még, amikor nagyon aktívan csajoztam, akkor minden héten vagy bulisztunk, vagy kocsmáztunk, mindegy. Ott is volt egy olyan, hogy ott volt a tánctéren egy ö, csinos csajszí, és akkor oda akartam menni táncolni vele, ö, és akkor így nagyon óvatosan hozzáértem, és akkor jelezte, hogy nem akar táncolni. Ez volt az első alkalom. Aztán visszamentem még egyszer, akkor is lepattintott, és harmadjára is visszamentem, hogy, hogy, hogy azért teszteljük le. És akkor már majdnem egy pofont akart adni, és aztán lekoptam így a harmadik alkalommal. Úgyhogy ez volt így a, a női nem, az sokszor nemet jelent tényleg. Igen, de Adam, de figyelj, na most, ez eddig rendben van, de nyilván azért kell annyira empatikusnak lenni, meg jó ember ismerőnek, hogy lássad, hogy az tényleg nem vagy nem teljesen nem, csak egy kicsit puhítani kell. Tehát azért mondom, hogy nyilván én is arról beszélek, amikor látod a másikon, hogy már utána ódódik köztetek a hangulat, tehát nyit feléd. Uh -huh. tehát nem arról beszélek, hogy háromszor elhívod, azt utána egyre idegesebb, mikor megjelensz, hát akkor nyilván le ke se kell szarni. Érted? Persze, csak hát ezért, ezért csináltam, mert én, én sokszor nem voltam biztos benne, hogy hogy mennyire gondolja komolyan, meg volt ez a, ez a népi bölcsesség, hogy hát a női igen, az gyakran nem, és a női nem, az gyakran igen. Igen? Hát igen Jó, de... hát akkor be bepróbálkozom többször, és hát <coughs> igen, sajnos de... a bepróbálkozások nem, nem igaz. Igen, csak azt látni kell, hogy a, ahogy közeledsz felé többször, több alkalommal, akkor ő, ő nyitott feléd, vagy inkább zárt mert hogyha zárt, akkor az tényleg nemet jelent. Tehát azért ja, mondom, igen, hogy, igen. hogy ehhez kell valami fajta empátia, meg erre kell, kell azért képesség, mert ha ez nincsen meg, akkor akkor csak ilyen a vaksötétbe puhatolózgatsz, érted? Tehát hogy azért mondom, hogy az, az, az megint egy más történet. Szóval az, az rossz irányba mutat. Na, mindegy, kanyarodjunk vissza a filmre. Szóval Na, igen, az lénye... igen mondd aztán, no, Ja, mondjad, mondjad, na, mondjad. Na, szóval, hogy még így a jövő, a kár meg a a jövőjükre vetítve, hogy ugye ez volt, amit mondtam az előbb, hogy, hogy azért is csinálta, hogy ha, terhe, ha, ha, terhes tartani. lesz, vagy megszületik a gyerek, akkor, akkor el tudja e tartani, és hát én azt vetítem előre, hogy, hogy ez alapján, meg, meg az alapján, hogy a kár eleve keveset keres, és valószínűleg a jájának nem lenne elég az a bevétel. Szerintem van olyan olyan jómódú dologokra törekvő ez a csaj, hogy neki nem lenne az elég, amit tudna biztosítani a kár, én csak feltételezem. Tehát ez azt vetíti előre, hogy a jájá az ö, dobná később, tehát hogy ő szakítana a kárlal a jájá, mert hogy ő ezt érzékeli, és valahol sejti a háttérbe, hogy a kár az neki nem lenne elég, ö, legalábbis anyagi, anyagi okokból. Tehát nem tudná őt eltartani, és ő nem érezné magát biztonságban azzal az anyagi szinttel, amit a kár tudna biztosítani Igen, neki. Mondta is a, a kár, hogy, hogy nem tudom, milyen olyan alacsony szintű munkákat elvállalna, hogy takarító, vagy nem tudom, mit mondott ott a kár. Tehát, hogy ez neki biztos, hogy nem lenne elég, és nem érezné magát biztonságban otthon gyerekkel a, a kárnak a nagyon alacsony fizójával, amit ő tudna neki biztosítani. Igen, ez, oké, okay, igen, csak ugye, hogy mondjam, ö, ettől még azért a végén lejött, hogy azért nagyon szerelmesek voltak egymásba. Aha. És persze, most lehet azt mondani, mert ugye ott ugye nehezményezte, amikor a. A, 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 takarítónővel, ugye nem menjél be, mert ott féltéken kellett, hogy jaj, ne nem be, mert úgyis is tudom, hogy mi lesz ebből, meg mit akar a nő. Hát nyilván nem társas játékozni akarnak, érted? Tehát ott adták a hülyét, ugye ki voltak szolgáltatva a takarítónőnek, tehát na mindegy. Ez is egy érdekes helyzet. A első résznél meg volt egy nagyon, ami engem nagyon megragadott, a divat bemutatón, amikor ugye megjelente, ott, ott hegedélt, ott a Gordon kázott ott a valaki, ott a divat bemutató közepén, ültek ott a nagy izék, a szuper gazdag, izi, jó modú, vók euh, kultúrás, feminista, faszom se tudja, vegán, nem tudom milyen szupertrendi trendi divat milliárdosokba az meg, és akkor there is a new climate entering the world of fashion, érted? Tehát, hogy hogy bele, be, beemelték a divatvilágba, bazmeg meg a klimatizációt, beemelték a globális felmelegedést, ugye beemelték ezeket a dolgokat. De valójában bazmeg, meg, hát a, a a divatipar az egyik legszennyezőbb ipar. Tehát, hogy Persze, eleve, hát ez legjobb, legjobb esetben ez a greenwashing jelenség. Hát ez egy ilyen, ez egy ilyen, az önmagá, farkába harapó kígyó bazd meg. Tehát, hogy igen, azzal igen. adjuk el a a, a divatmárkát, hogy mi kurvára izék vagyunk, bazd meg, Píszik, meg klimatizált, ez a klíma semleges, meg ilyen blödségek, amikor bazd meg, izé, egy tár izér varják a ruhákat, bazd meg, a nem tudom, kicsikisztánba, bazd meg. ne viccelődjünk már. Tehát, hogy ez egy akkora képmutatás, és ez egy, egyszerűen, amikor megláttam ezt a feladatot, egy kirázott a hideg, bazd meg, hogy ez az egész, tehát, mintha egy igazi divat látnék, és ez tök jó ábrázolt az, hogy ez mennyire szürreális bazmeg meg ez a divat világ, amikor egy húpi lila, sárga, szarba, a jólétben topzódó emberek baz meg, az a legnagyobb problémája, hogy holnap baz meg mit vegyen föl, érted a nem tudom milyen báljába, kék lila kombó, izé, mindenféle ilyen gicses szarokat, ami esztétikailag is okádik az egész, mert sehogy nem néz ki, mert de legalább trendi vagy, mert a Jóska Pista valami meleg divattervező tervezett valami szart, és akkor közömeg a bolygónak a 90%-ában akkorára nyílt az ollóba, az az emberek éheznek, meg nem tudnak a számlákat befizetni, érted? És akkor ezennek a jó gazdag, ilyen uh, ingyenélőknek baz meg, a legnagyobb problémája az, Geci, hogy csinálnak egy divatbemutatót, és megnézik, és gyönyörködnek, baznak hogy hogy én most mennyire izé vagyok, zéró vésztes. De egyébként ez a, ez a nem csak a Zé. szerintem ezt a, ezt a divat bemutatós ö, ö, küldetés vagy mission célt, amit ezzel mutatnak be, amit most mondtál, ezt szerintem lehet, ö, lehet távolabbra is ö, általánosítani. Tehát persze, én, én ezt persze, ráhúz, persze, ráhúz, ez most ráhúznám a nagy, nagy multikra, meg azokra a nagy, nagy márkákra, akik ezzel a greenwashingos ilyen, ilyen oximoronokkal, meg eufemizmusokkal, próbálják szépíteni a helyzetüket, meg persze, a, küldetésüket. az, ez az ilyen, nagy multiknál ez mind jelen van, tehát hogy ez nem egy, nem egy ilyen légből kapott önmagában álló valami, hanem nyilván ez egy jelenlévő dolog mindenhol. Igen. És, és, ugye, na, és, itt a lé... és itt most az egyik példa az volt, hogy, hogy, ott ülnek, bazd meg, topzódnak ezek a jó módban, ezek a, és ez a legnagyobb problémájuk. Tehát tényleg ez is akkor egy gordonkával bazd meg izé behegedéli, érted, hogy ja, ja, jönnek a szuperdivat modellek, és akkor mennyire jó. Közben meg Argentinában 18 millió ember még a számlát nem tud befizetni, meg a kaját nem tudja kifizetni. Gyakorlatilag a létmi, a, maszló piramison az első két szintet nem tudják teljesíteni, bazd meg. Érted? Igen, igen. Tehát szóval szörnyű, szörnyű állapotok vannak és akkor a legjobb az, amikor ezek a szupergazdag, és ezt elmondtam egy másik is, de itt is elmondom, mert tök aktuális egyébként a film kapcsán ez a dolog, nem is véletlenül egyébként ezt a filmet választottuk, hogy, hogy a szupergazdagok, mondjuk mondok egy példát, mondjuk támogat egy nem tudom, egy gyermekkórházat, ugye? És akkor ugye ezzel tudod, mit ér el, Ádám? A saját brandjét épít. Igen, igen, személyesen márkát épít, igen, igen. Semmi, semmi más nem ér el. Azt mondja, hogy én figyelj, adtam 10 millió dollárt egy gyermekkórháznak, és mindenki örül, hogy jaj, már nézd már, milyen jó fej a Bill Gates, vagy a faszom se tudja kicsoda. Nézd már, milyen jó fej, meg mind de ügyes, de okos, hát derendes, de, de trendi demenő. Ugye persze ezt nagy izé meg is teszik. Na most figyelj már, de ez, ne, ez, 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 ne, ez, nem, ez nem oldja meg a problémát. Nem ez oldja meg a problémát. Ez ugyanaz, mint amikor eteted bazd meg a szegényeket, és viszel nekik szeretett csomagot. Az ő problémáikat nem oldod meg. Ez csak egy ilyen tűzoltás ideiglenesen. A valódi problémát az lenne, hogy nem, nem ennyire nyílik az olló. Hogy amikor ki kell fizetni a béredet, akkor nem annyit az meg, mint most a tanároknak, érted? És akkor most ide rámenjünk, látod az izét, hogy a, a Telex, a, kiment a Novák Katalina kar, a Sándor Palot előtt tüntető emberekhez? Nem, nem azt nem de azt majd külön tárgyaljuk meg, szerintem. Jó, csak minden érdekel, mert ez is pont ide vágul lenne pont uh -huh, ebben, de tök uh -huh. Mindegy, csak azt akarom mondani, hogy, 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 érted, tehát, hogy, hogy itt a probléma, hogy ezek a szupergazdagok, lehet, hogy ő tehát, hogy, mert ugye az emberek nagy része nem is érti a probléma lényegét. A probléma maga a kapitalizmus, és az a fajta uh, uh, harácsoló, mindent uh, eltaposó, bevételorientált, profitorientált gondolkodás, amire épül az egész világunk, és az emberek 99,9%-a ebben van kanonizálva. Ebben ősz fel. Pénz, 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 pénz. Csak a pénz az a menü, ha van pénzed, ne, nincsen meg a szükséges elég, elég logikája, és ez a minden problémánk a szinte ebből következik. Ezért teszünk szarkoját, ezért van az, hogy elszenyezzük a földet. Érted? Igen, és, de és egy, után... igen, de egyébként lehetne ezt jól csinálni. Tehát ott vannak a éjszakon, a, a, a skandináv országokban azok a példák, amik azt mondják, hogy hogyan lehet úgy működtetni egy, egy szociális intézkedésekkel, egy jóléti államat, ahol jól működik a kapitalizmus, és nincsenek kiszolgáltatva az emberek, annak ellenére, hogy az is egy kapitalista ország, megfelelő, erőteljes természeti kincsekkel, amikből meggazdagodtak. Persze, de ezért mondom neked azt, hogy itt nagyon-nagyon probléma az, hogy nagyon rossz a szemléletünk, és valójában azért vannak a javak rosszul elosztva, mert mert bele vagyunk kanonizálva ebbe a pénzorientált dolgba. Tehát az átlag ember, hát gondolj vissza te is az elmúlt pár, mit tudom, pár egy évet, menj vissza a történelembe. Hát piaci szinten tudtál csak gondolkodni. Hát ne, azt jelent, az, 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 én oldalamat egyszerűen nem, hiába olvastad el a Platón állam, vagy a Platón izé, mit tudom én, barnak hasonlatot, igazából nem, nem, nem úgy applikáltad a valóságra, az én tapasztalatom szerint, ahogy az kellett volna. Csak most már megvan az a szemleted, hogy megértetted hosszú beszélgetések során, hogy mi az a másik oldal, Tehát egyszerűen, és ezt te mondjuk kijöttél ebből a storyból, ami nem azt jelenti, hogy nem tudsz piaci szinten gondolkodni, de tudsz. Csak most már jobban látod az én oldalamat is, de neked ehhez egy, egy év kellett körülbelül. Most nézd meg a másik embert. Lehet, hogy valakinek kell egy hónap, de lehet, hogy valakinek tíz év is kevés, és elég, nem, nem lesz elég. Igen, egy, igen erre, erre mondják, hogy a. Az emberek gondolkodását a, a legnehezebb megváltoztatni. Tehát, hát hogyha lehetetlen. van egy van egy kialakult világnézete, paradigmája egy embernek, kiszámíthatatlan, ahogy mondhatjuk, kiszámíthatatlan, hogy mikor fog megváltozni. Van, amikor ugye belső-külső traumák hatására, van. vagy valamiféle önfejlesztés, ma azt hiszem az a legritkább, hogy önfejlesztés hatására, ma ugye annak is belülről kell indulnia valamiféle, igény keletkezik az emberben arra, hogy több legyen, jobb legyen, változott. Nem érti az ember, hogy mit, mitől sose boldog. Tehát, hogy nem érti, hogy mitől nem boldog. Hát hiába megveszi a legdrágább kocsit, a legjobb autót, a legjobb órát, a legjobb kutyaszart, érted? és sose, fogja, sose, lesz boldog, és nem érti, hogy miért nem lesz boldog. Nem igen, fogja fel. Igen igen, 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 Persze kifelé, persze lehet azt ilyen influencerként mutogatni, hogy te mennyire izé vagy, hogy mennyire jó vagy a bőrödben, mennyire minden rendben van, aztán valójában kurvára nincs így, tehát ez egy baromság. És az, az ezért mondtam neked azt, hogy, hogy, hát emlékszel, hát azt, azt nem tudtam neked elmondani, hogy a HRS az mitől egy, egy nem munka. Tehát, hogy, hogy mert egyszerűen annyira bele voltál ragadva ebbe a piaci kapitalista gondolkodásba, hogy egyszerűen nem értetted meg, hogy ez a munka, ez a munka, ez a kapitalista logika ilyen mellékterméke. Ugyanúgy, mint az mérnök, vagy lehet sorolni végtelenségét. És nem azt mondom, hogy, hogy, ez a te hibád. Ez nem a te hibád. Egyszerűen mindenki, én is ebben nőttem fel, Ádám. Hát az mert nekem is tizen sok évig kellett önfejlesztéssel, a diplomákkal, az olvasással, a tanulással, a, a könyvek, több száz, több ezer könyvet olvastam végig, meg, filmet néztem, gondolkodtam, értelmiségekkel beszéltem. Nekem ez egy hosszú út volt, bazd meg, vagy 15 év, mire eljutottam arra a szintre, ahol most vagyok, hogy felfogjam, hogy mi itt a baj, úgy Isten igazából. Hogy mitől nem, vagyok, mitől nem érzem jól magam bőrömbe, pedig megvan mindenem, Ádám. Érted? Mindenem megvan. A magam szintjén, mert én megtanultam a szükséges elég logikát. Nekem mindenem megvan, és mégsem érzem jól magam a bőrömbe. Mert nem hagyják, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Nem tudom. Lehet, hogy ilyen az ember, a faszt, tudja, én nem tudom, de látod, hogy hogy azért most már máshogy alkalmazod ezeket a filozófiai és bölcsészeti és. és, és ezeket a fajta demokráciaizé dolgot, meg ezeket a, ezeket a szemleteket tök hogy alkalmazott, hiszen most már jobban látod azt a szemszöget, amiről én beszélek. Érted, mit mondom? Igen, igen, igen. És itt nem arról van szó, hogy ki az okosabb, meg ki a és ez, ez semmi köze nincs hozzá. Hát nem vagy, tök, értelmes, nem vagy buta gyerek, egy tök jó koponya vagy, érted? Ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy egyszerűen mindenkinek a fejébe bele van oltva, baz meg ez a pénz, pénz, akkor vagy valaki, ha van pénzed, ha te neked ilyen, izé, hát figyelj, elmondom neked, mondok egy sztorit, ez is ide vág, aztán visszakanyarodunk a filmre. Én dolgoztam egyszer egy ilyen, tudod, vannak ezek a telefon szolgáltató cégek, tudod? Igen, a, a telefonos voltik. Igen, telefonos, telekom, telekom, cégek, igen, telekom. Vodafone, ilyesmi, stb. És dolgoztam egyszer az egyiknél, ilyen eladóként, de nem sokáig, mert meguntam nagyon hamar. Elmondom, csak így a, csak a trendiségre egy példa. Az egyiknél dolgoztam, éppen ott, voltam a szállítógép, hogy egy ügyfél. Ö, jó. Letette, a, bejött az ügyfél, figyelj, ilyen 60-as éveiben járó, látszik, hogy egy kicsit olyan, nem olyan régóta gazdag, hiszen a stílusában, a karakteréből, Pörgette a Lexus kulcsát, figyelj, bejön, és akkor itt mindig egyes mondatában kihangsúlyozta, hogy neki Lexus -a van. És ah, ide tettem a Lexus kulcsomat. Na hol a Lexus kulcsom? Hova tettem? Nem találom a Lexus kulcsom. Ide tettem, oda tettem, érted? Mindig kihangsúlyozta, hogy Lexus kulcsa van. Több kérdésed van? Sorosoljam so ezeket a példákat? Várj, volt, volt, egy izé, én is gyorsan elmondom meg kb. Hát mondjad, mondjad, ez, ez az vág, Ádám, Pár, beszéget, pár, pár mondat mondjam. az egész, nem nagyon idevág ez is, hogy volt most egy ilyen, mindegy, van a YouTube-on egy ilyen zenei csatorna, és volt egy interjú egy, 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 egy ismert szinti boltossal, és ő mesélte, hogy egy, az egyik régi barátja mesélte az, hogy volt egy, egy fickó, és bejött a fickó, egy ilyen új gazdag csávó volt, aki pár hónapja gazdagodott meg, és vette egy, vette egy talán valami Rolex órát, Rolex vagy Omega órát, nem tudom, talán legalább egy-két millió forintos volt, és bement egy, bement egy olyan helyre, ahol konkrétan valódi gazdagok voltak, akik már, akik már több generáció óta gazdagok voltak. Tehát, hogy egy valódi gazdag, nem egy új gazdag helyre ment be. És mondta, hogy mondta a, a, több generációs gazdag fickó, a, a másik az új gazdag fickónak, hogy figyelj, nagyon szép ez a Rolex óra, de látszik rajta, hogy ez egy replika. És kérdezi a másik, hogy ö, honnan tudtad? Akkor mondja, hogy hát ö, nem az óra volt az, hanem a viselkedésed elárult. Igen. Úgyhogy ez, ez egy nagyon gyönyörű, gyönyörű hasonlat. Igen, igen. Ez egy alliteráció, de igen, az majdnem ugyanaz. De hogy, látod, hogy ez mennyire fontos? Tehát, hogy Szóval, hogy valójában igen. Tehát, hogy a viselkedésed, hogy te bazd meg, itt most, most tettél erre szert. Igen. Egyébként ez az egyik kritikus is mondta ugyanezt, hogy aki már nagyon régóta gazdag és beleszületik, az már nem fog vele felvágni, mert az már tudja, hogy, hogy milyen, milyen jövedelmi szinthez, milyen, milyen státuszszimbólumok vannak, ő ezt már megszokta, ő ezzel már nem hivalkodik, stb. stb. Vagy ha, vagy ha nem is ezzel született, de régóta benne van. Igen, és már nem, nem használ ilyen logózott dolgokat, tehát, tehát aki, aki, olyan gazdag, hogy mondjuk percenként egy millió forintot keres, és szinte már nem, el se tudja költeni a pénzt, az már olyan, olyan dolgokra költ gyakran, hogy, hogy nincsenek rajta logók, hogy nem tudom, érted, egy ilyen, mondjuk egy pipa logó lenne rajta, hogy nyilván az nem... Hát nem, nem a... de, hogy, de hogy nem használnak olyan logózott termékeket, hanem logó nélkül is egymás között ezek a gazdagok ismerik ezeket a termékeket, és úgy is felismerik, hogy nincs rajta logó. Persze, mert... De hát most nézd meg a legjobb példára, ott van a... Nézd meg az Apple ilyen uh, prezentációkat. Itt egyszerű kockásinkba jönnek ki, meg egy fekete uh, pulóverbe. Igen. igen, Ér, igen. a Steve Jobs is, meg a üzék, a másik, a Team Cook. Cook is ilyen, sima, tehát ha ránézel, olyan, mintha egy ilyen hétköznapi tanár jönne be a, a, a primary school-ba, vagy a high school érted? Nem úgy néznek neki, mint egy, egy primary school vagy egy high school a tanár? Aha, igen, igen, igen. Tehát hogy semmi ilyen tök, hogy, hogy tudod, mutatják, hogy a mi brandünk, igen, az a, a super high quality, meg minden super high end, de hogy, hogy itt, 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 mi, nem, mi, 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 egyszerű emberek vagyunk, tehát az egyszerű embernek is telik az epőre. Meg hogy megközelíthető, milyen ilyen megközelíthető Elérhető. Hát hiszen én is bazdok egy sima farmer nadrágba jövök be, érted? Egy, 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 egyszerű ember vagyok, érted? Tehát semmi extra nem vagyok. Aha, persze. <hállt> az háromszor annyi, meg ötször annyiba kerülnek a termékei, hagyjál már hülyeségekkel. Igen, igen. Ugyanaz, mint, mint bármibe. Na mindegy, úgyhogy szóval lényegtelen, de Na, ugye onnan jöttünk, jutottunk ide, hogy ugye ez a klimatizálás, meg, meg, divat bemutató, meg ilyenek. Hát mondom, a világ egyik legszennyezőbb, környezetszennyezőbb dolog az meg a divat szakma. Érted, hogy csinál egy ruhát, érted, össze-vissza vágdos bazd meg ilyen ruhát, érted, egy-két darabot, és akkor mindenféle szarból, ilyen kurva drága dolgokból, többit meg utána kibassza a kukába, érted. Hm. Szóval meg itt sorolhatnám, meg ugye a, 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 ezek a gyermek munkák, munkások, akik gyártják a izét. Sőt, a másik, ugye, amit már korábban beszéltük, azt hiszem, az pont felett beszéltem, hogy, hogy, azok a, ugye, ha egy brand, nagyon drága már a brand, és nem tudják eladni, inkább kidobják be az a sivatagba, hogy elégetik az meg, mint hogy, mint hogy olcsóbban adná. Igen, bár szerintem ez, ez oké, okay, ez csak egy mellékes dolog, de szerintem valamennyi remény sugarat ad a dolog, hogy hogy én például ő, itt a fővárosban egyre több helyen látom, hogy nagyon mennek a, a second-hand ruhaboltok, tehát ezek a használt hát ez ruhák. És, de ez, és egy, ez egy új trend. Igen, és viszont ez szerintem pozitívum abból a szempontból, hogy sokszor már összekapcsolják a, a bolygónak a kímélésével, amit én egyébként helyeslek, tehát hogy azzal tudsz hozzájárulni a bolygóhoz, hogy használt ruhát veszel. És van egy, van egy olyan kör, akinek ez trendi vagy divatos. Nem nem azt mondom, hogy mindenkinek, mert a, a, a legerősebb még mindig az, hogy hát vegyél új ruhát, mert az menőbb, meg izé, meg meg use unused, meg nem tudom mik vannak, de hogy, de hogy alapvetően szerintem egy ilyen egy kisebb részének a, a népességbe, tehát nem tudom, lehet, hogy 10-20 százalék, ott, ott tudnak azon tudatosan tenni, meg, meg nem kell hozzá diploma, hogy az ember rájöjjön azzal, hogy ha, ha, megveszel egy, igen, csak, egy, egy, jó, egy, jó, állapotú használt ruhát, azzal a bolygót is kiméled. Igen, csak az a baj ezzel, ez nagyon jó hangzik. Csak ez de... nem termel profitot, és ezért nem izélik. Persze, de egyébként hála Istennek ez oké, okay, ez a trend pozitív, ezt aláírom, ez pozitív, mert még a, a szelektív hulladékgyűjtésnek semmi értelme nincsen, mert általában az utána is egybevégzi egyébként. De ne legyünk ennyire negatívak, mondjuk azt, hogy tegyük föl, van-e értelme, és van, ahol biztos van, a legtöbb szerintem nincs, mert ez csak egy ilyen magad megnyugtatása a szelektív hulladi de valójában a profit érdekében azt is egybeöntik, de lényegtelen, tegyük fel, hogy működik. Viszont, és tegyük fel azt, hogy ez a second hand trend is egy pozitív kezdeményezés, mert valójában az, hogy nem veszel új ruhát, az a valahol kicsit bolykottálod ezeket a cégeket is. Ez eddig rendben van, ez tök jó hangzik. A probléma az az, hogy valójában a, a, tehát, hogy ez annyira kis, ez annyira pici dolog, tehát amikor te ilyen zero waste a, ugye ezek a, 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 a modern, ilyen posztmodern hölgyek, akik ilyen ez a feminista burokban, véleménybuborékban, meg burókban, szültek, általában megvannak ezek a hozzájuk tartozó jegyek, legyen az vegán, legyen az, nem tudom, zéróvészes, ugye ezek eléggé sűrűn találkoznak ezek a minták és ebben ez nem előítélet, ez tény megállapítás, az empirikus tapasztalat, de ez tök lényegtelen. Valójában ez tök jó, hogy ő elmondja, hogy ő zero waste és ez, ez tök oké, okay, persze, és igen, 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 ez egy nagyon jó minta sok ember számára, hiszen ez el tud terjedni. Ebből a szempontból ez pozitív, de jelen állás szerint ez annyira pici százalék, hogy amíg az ipar mondjuk 98%-ban ugyanúgy szennyező. Az elektromos autó előállítása még szennyezőbb, mint a benzinesé. Vagy sorolhatnám így, tehát 90-98%-ban az ipar ugyanúgy szétszennyező a bolygót, addig te lehetsz bazd meg zero waste meg mondjuk mutathatsz mintát a környezetednek, tíz embernek, de attól ugyanúgy be fog következni, ami be fog következni. Igen, de a... én egyébként megkockáztatnám, meg hogy hogy, hogy itt hogy legalább Budapesten is uh, van több százezer nő, mert főleg a nőknek csinálnak uh, használt boltokat. Én egyébként korábban néztem magamnak is, de nagyon kevés volt a kínálat a nők, nőihez képest. Hát, Tudom, hogy, hogy, hogy van volt, több százezer voltam. nő, akik, akik, uh, akik ebbe tényleg részt vesznek, és azért ez egy, egy viszonylag nagyobb mennyiség. Tehát, hogy... Igen, de ez, ez, ez úgy tud jó lenni, egyébként elmondom neked, hogy akkor megint tudod önöködni, hogy akinek nagy elérése van, annak felelőssége is van. Igen, és igen. igen, igen, ezt, ezt, még ezt én mondtam, emlékszel, te meg úgy hívtad, hogy szuperpozíció, mert valaki okosta és elmondta, szuperpozíció. Igen, én meg úgy hívtam, hogy akinek sok elé, nagy elérése van, annak felelőssége van. Tehát, mert ugye az a minta, amit ő mutat, az az emberek átveszik. Most itt jön a lényeg a dologban, hogy igen, ha ez a pozitív minta maga, ez a second a használata, akkor az egy kurva jó dolog, Na de hát, és itt igazából a influencereknek ilyennekkel kéne foglalkozni. Nem az, hogy reklámozzák azt meg a, a kutyaszarvakaró, nem tudom milyen sem pont érted. Hanem, hanem, pontosan ez lenne a lényeg, hogy aki influencer és komoly nagy elérése van, ezt, ezt hozná. Ez. Csak hát ugye ezért nem kap pénzt az influencer kell. És nem tudja azt megcsinálni, hogy otthon vakargatja a seggét, csinálgatja kis videókat, hogy déli rutin, morning rutin, izé, nem tudom, masturbáló rutin, kurvanya rutin, érted? Izé, mi van a táskámba, kutya szar, macska fing, érted? Szóval, hogy, és akkor abból megél, és elmondja, hogy ő mekkora nagy trendi valaki, az közben semmit nem csinál, az meg, csak felvesz egy videót, ahol megvakarja a seggét. Szóval, és ugye azért a pénzt, hogy reklámozza a nem tudom, a coca cola meg a tudja, mit érted. Igen, hát, amíg igen. itt tartunk, addig, amíg a, az influenza nem a second -hand reklámozza, mondjuk két millió magyarnak, mert akkor elérése van, tegyük föl, hanem a, nem tudom, a fasz zselét, akkor addig, addig itt nincs miről beszélni. Igen, egyébként szerintem ebben óriási lehetőség lenne. Tehát az, hogy mondjuk a kisebb influencerek, akik még, még nincsen félmilliós vagy egymilliós követői, de 50-100 ezeres követőkkel, szerintem akár ez még egy élhető dolog is lenne. Meg, ráadásul ez egy olyan téma lenne, amivel tényleg tudnának tenni ö, ilyen köz, köz ö, hogy mondják, tudod, milyen közi dolog ez, hogy ilyen. Tehát hogy olyan közéleti, jelleget adna, ez nem közéleti, hanem, 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 annyi, annyi a lényeg, hogy ez egy olyan küldetés lenne, ami valódi haszonnal járna, bár való igaz, hogy ez ugye szembe megy a kapitalizmussal, mert ugye maga a second hand boltok ö, ö, maga a second hand boltoknak a profitja, meg az elérése a többi az azért jóval kisebb profittal ö, megy, mint a, a rendes újruháké. De, de ettől még működhetne, tehát akár szerintem Magyarországon is lehetne egy ilyen trend. Na mindegy, szerintem menjünk vissza a filmhez. Ja, a filmre menjünk vissza, mert nem baj, hogy mert ezért mind a filmhez kapcsolódó dolgok, mert ugye ez egy nagyon súlyos téma ez a film valójában, hogy rengeteg, rengeteg fontos eleme van, de akkor menjünk Igen. tovább a dologba. Menjünk akkor a luxushajós részre? Na mehetünk. Na, elmondom azért, hogy mi zavart engem, azért ezt el akarom mondani, hogy amikor az ember megnézi ezt a filmet, és mind a hár, én azt éreztem szakmailag, hogy három blokkra van bontva a film, tehát a rendező koncepcióban. Az első része az nagyon-nagyon-nagyon csekély módon kapcsolódik a többihez. És én nagyon azt éreztem, hogy ez egy ilyen időhúzás. Tehát, hogy 30-40 perc, nem tudom mennyi az első része, már nem emlékszem, de elég hosszú. És irreálisan, Kínosan, bántóan hosszú sikeredet. Szerintem ez koncepció, de nekem nagyon nem tetszett. Uh -huh. mert... Lehet, hogy a feszültség miatt csinálták, így, hogy a feszültséget így így fokozza fel, és aztán az gyorsan gyorsan csak... átvált a hajóra. Igen, csak ugye nekem, hát az annyira gyorsan nem változott, de mindegy, hogy ez nagyon sokáig nyújtották azt, amit sokkal gyorsabban is be lehetett volna mutatni. Persze ez, hogy mutatta volna be, de mindegy, ez ugye megint nem szakmai. A szakmai része viszont az, hogy én na, na, ha most így há, ezt a három blokkot nézzük, én nagyon azt érzem, hogy amit bemutat az első rész, az kellően bántón hosszú feleslegesen, azért, mert a másik két blokk teljesen érte, értelmezhető önmagában. Ez, hogy mit akarok mondani? Aha. Perted, hogy valójában az első blokk az sok minden van benne, ami pozitív a divad bemutatók kapcsán, azok fontos dolgok, de a, és én értem, hogy fokozni a feszültséget a rendező a kettő közötti vitával, és azt, hogy így elnyújtani, de hogy ö, én merem borítékolni, nagyon sok nézőt elvesztett ilyenkor a film. Aha, Ugyanis aha. Ö, az a helyzet, hogy nekem, nekem kifejezetten jó érzéken van a, a film tempókhoz, és hogyha valamilyen film ö, kínosan, rossz tempóban megy át, és kínosan rosszul van megcsinálva, akkor én azt, én azt kiszoktam kapcsolni. És a, a, a Szomorú Csak Háromszegének az első blokkja az ilyen. Ugyanis ott az, ami teljesen egyértelmű és, és, és oké, és az kínosan el van nyújtva, szerintem egy negyed órával bőven vissza sokkal A tempója sokkal jobb lett volna a filmnek, szerintem. De hát nyilván ez magam nem az elemzés része, én csak azt akarom elmondani a szubjektív szakmai benyomásomat, hogy ott a, a, én azért kapcsoltam ki először, aztán többen mondták, hogy nézem tovább, mert azt már biztos tetszeni fog, mert az jó lesz, és beigazolódott, hogy igen, jó lett, de valójában ö, kerestem a, a mélyebb logikai összefüggéseket most valójában. Tehát igazából a második és a harmadik fejezet az önmagában megáll. Ha belegondolsz, egy-két utaláson kívül semmi olyan nem volt, ami miatt a, a nagyon szükséges lenne az első blokk. Az első blokk körülbelül a, az étteremnél ö, be is fejeződhetett volna. Max, max a kocsis jelenetig, hogy hazamennek, bemennek a, a hotelba és ott ott blank. És akkor utána a vágás második fejezet. Érted? Mert hogy ö, csak teszek egy említést arra, hogy majd mennek egy ilyen hajóutazásra, és ennyi. És után, ott az már ott annyira kínosan tempújjében nem lett jó szerintem, hogy, hogy, az, az gáz szerintem. Na mindegy, ezt csak azért mondtam el, mert hogy, hogy valójában annyira megáll magában a dolog, és ráadásul logikailag a középső és a harmadik fejezet között van összefüggés, már úgy értem, hogy hajó, sziget, stb. De az, hogy ott vagyunk egy ilyen puritán valamin, amin, mondom, van, van, fontos része az első fejezetnek, de, de az, amit a rendező kihangsúlyozott nagyon, nagyon markásan, az szerintem nagyon el van baszva.